A motocross magyar bajnokkal, Kántor Szabó Leventével és édesanyjával, Szabó Ritával beszélgetünk a 0.hu stúdiójában. Köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi is üdvözlünk mindenkit, köszönjük szépen a meghívást. Üdvözlünk mindenkit. Elsőnek szeretném megkérdezni, hogy mikor kezdtél el motorozni, honnan és mikortól ered a benzingő szeretete? 4 éves korom óta motorozom, igazából apukámtól származik a motorozás. Ő volt nagyon ugye ilyen motorozás mániás. 4 évesen kaptam meg a legelső motoromat, de akkor még igazából annyira nem tetszett, mert féltem a motortól, de utána 8 éves koromtól elkezdtem versenyezni, és azóta nagyon szeretem a motorozást. Egy édesanyában mindig benne van a gyermekének féltése, de a kezdetektől támogattad ebben a fiad, nem volt benned sosem ellenérzet? Én kezdetektől támogattam, így igaz. Akkor megkapta az első motorját, akkor pillanatok alatt úgymond magáénak érezte ezt a technikát. Úgyhogy láttuk benne, hogy szereti, és így ugye a kezdetektől támogattam, így igaz. Nyilván félteni féltettem, de ugye elkezdtünk a Lécz Gergőhöz járni edzésre. Ő az edzője, a mai napig is. Ő tanította a kezdetektől, úgyhogy ő benne nagyon bíztunk. Aztán úgy látjuk, hogy az eredménye is megvan. A 2023-as esztendő nagyon eredményes volt a számodra, Levente, hiszen 2 kategóriában is országos bajnok lettél. Ezek fényében hogyan értékelnéd ezt a szezont? Nekem ez volt igazából az első ilyen sikeres szezonom. Ezelőtt igazából így a top 10 az majdnem, ha mindig megvolt, de sosem voltak ilyen nagyobb eredményeim. Igazából most nem is voltak annyira nehezek még a versenyek, mint régebben, mert akkor még kisebb géposztályban mentem, és sokkal gyengébb is volt a motorom, és úgymond megnehezítette a pályán való technikát. A kategóriákról mondanál egy pár gondolatot? A tavalyi évben 3. osztály MX2-ben versenyeztem, és ebben a kategóriában ugye 125 köbcentivel és 250 köbcentis motorral lehet menni. Ebben a 3. osztályban még van MX1, amiben pedig 250-es kétütemű motorral és 450-es négyütemű motorral lehet versenyezni. És te milyen motorral versenyzel? Nekem van egy edzőmotorom és egy versenymotorom. Igazából tavalyi évben mind a kettő motorral versenyeztem, mert volt egyszer egy technikai hiba, de szerencsére ott volt a másik motorom, emiatt meg tudtuk oldani a versenyt, és nem vesztettem értékes bajnoki pontokat. Volt esetleg olyan verseny, amelyet kiemelnél, amely legemlékezetesebb volt mind közül? Igazából van 2 is, az egyik motocross verseny volt, Hódmezővásárhelyen. Igazából az azért volt jó, mert a pálya az nagyon jó volt, egyik kedvenc pályám, és szerencsére ott nem volt olyan nehéz a verseny is. Sokkal könnyebben végig tudtam menni, és nem fáradtam el annyira. A másik pedig egy endurocross verseny volt, az pedig azért emlékezetes, mert óriási nagy sár volt, szakadó esőben mentünk, és igazából alig láttam ki a szemüvegen is, tehát nem volt egy könnyű verseny, de emiatt emlékezetes. A bajnokság menetrendje mennyire szokott sűrű lenni? Szoktál előtte, vagy esetleg közben is edzéseket beiktatni? Ha igen, akkor helyileg ezt hol tudod megtenni? A tavalyi naptár eléggé sűrű volt az ideihez képest, mivel ugye 2 kategóriában versenyeztem, és emiatt 14 versenyem volt tavaly. Idén igazából egyelőre 5 versenyt tervezünk, mert ebben a kategóriában csak annyi lesz, de azon kívül nagy valószínűséggel fogunk menni majd ilyen kisebb versenyekre is, és nagyobb kategóriákban is szeretnék indulni, hogy többet tudjak fejlődeni. Igazából a versenyközti edzéseket azt mindig úgy szoktuk megoldani, hogy hétvégén szoktunk elmenni motoros edzésre, és hétköznap szokott lenni. Ugye az erőléti edzésem az 3-szor van egy héten általában, 2-ször szoktam járni Szelesenikőhöz, és 1-szer pedig otthon szoktam futni, vagy akár többször is a héten, úgyhogy ezt a teljesítménynek is köszönhetem. Milyen terveid vannak a jövőre nézve, mik lesznek a célkitűzéseid? A következő szezonban azt terveztem, hogy a minimum a top 3-ban szeretnék végezni, de a legnagyobb cél ugye az, hogy idén is bajnok lehessek, de viszont ez már ugye nagyobb géposztály, és sokkal képzettebb pilóták vannak itt, és erősebbek, gyorsabbak, úgyhogy nem lesz könnyű, de megbirkózunk vele. Mikor ilyen tehetséges fiatal sportemberrel találkozom, mindig eszembe jut, hogy a teljesítménye mögött biztosan hatalmas
hatalmas mentális és anyagi támogatás van szülői részről. Hogyan lehet Leventét egy versenyt megelőzően bíztatni, már ha kell egyáltalán? Nagy segítségünkre van a mentális téren a Nálik András, ő a mentál trénere, akivel átbeszélik a versenyeket, a versenyre való felkészülést, a versenynapon miket és hogyan kell csinálnia. Úgyhogy én ilyenkor úgymond a háttérbe vagyok. Én olyan feltételeket biztosítok Leventének, mint az étkezése, vagy éppen a felszerelésnek a tisztántartása. De ő a verseny előtt már így vagy az Andrással együtt beszélgetnek, vagy ő egyedül készül az autóban. Van esetleg olyan szponzor, aki támogatja Leventét, vagy van-e tervben megállapodás valakivel egy szilárdabb háttér érdekében? Eddig az anyagi részét mi szülők biztosítottuk, és sajnos nincsen szponzorunk, nincs, aki göttünk állna anyagi részen. Hát bízunk benne, hogy esetleg valaki látja a tehetséget a Leventében. Ugye már most másodosztályba lép föl, az már egy úgy szokták mondani, hogy fél profiként fog motorozni. Egyre többet járnunk kell edzésekre, több verseny is lesz. Ugye indul másodosztályban, de indítani fogjuk őt első osztályban is, és bármilyen támogatást szívesen vennénk. Részemről ismét gratulálok a fantasztikus szezonhoz, és sikerekben gazdag évet kívánok nektek. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen a meghívást!